COVID enyhülésének és a lazításoknak köszönhetően egyre több egészségmegőrző program várja a miskolciakat. Hétvégén a Szent István téren az egészségvárosban ingyenes szűrések, előadások és hazai sztárok segítettek eligazodni. De a sportkedvelők sem unatkozhattak mostanában, hiszen az országos Kangojam turné is Miskolcra látogatott. Egyszerre tenni a közösségért és természetesen az egyéni egészségért. Ez a legfőbb célja a Richter Egészségváros programjának, aminek köszönhetően hazai sztárok érkeztek a belvárosba, az érdeklődők pedig izgalmas előadásokon és hasznos szűréseken vehettek részt. Aki tehette, élt az ingyenes lehetőséggel, és hamar hosszú sorok alakultak ki a szűrésekre és a tanácsadásokra is. Hála Istennek, egészséges vagyok, de azért vannak olyan dolgok, amiket ugye az ember úgy szeretne tudni, és ez itt van, kéznél van, tehát ez egy nagyon jó alkalom, hogy el tudtunk jönni, és meg tudtuk ezeket a kérdéseket fel tudtuk tenni olyan embereknek, ugye, akik kompetensek ennek a válaszadásában. A 120 éves gyógyszergyártó 12 évvel ezelőtt indította útjára az egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő országjáró prevenciós programját, az Egészségvárost, ahol a szűrővizsgálatok mellett előadásokon, beszélgetéseken is részt vehetnek az érdeklődők. Nagyon régóta, hosszú évek óta dolgozom a Richter Egészségvárosban, és az az én feladatom, hogy az Agora sátorban, ami az egyik fő sátor, ahol rendszeresen orvosok, szakemberek, egészségügyi szakemberek beszélnek, és Rudolf Péter, ugye, aki az egyik arca az egészségvárosnak, velük szoktam beszélgetni. Ilyenkor általában egy nap elején a kórház vezetője, vagy a város, a hely polgármestere kezdi el mindig a napot, felhívja a figyelmet esetleg a terület kiemelt problémáira és azok megoldására, de aztán ugye egész nap egészségügyi beszélgetések zajlanak, és itt nagyon sok minden kiderül. Mindig nagyon kiemelt a mozgás, a táplálkozás, bármiről beszélgetünk. Ugye itt folyton szűrővizsgálatok zajlanak egész nap, és ezt nagyon jól kiegészítik ezek az előadások, hogy mit, miért, hogy mennyit tudhatunk a szervezetünkről, nagyon-nagyon lényeges. És amikor megvan egy ilyen téma, ugye azért pont jár, akkor már mehetnek is a megfelelő sátorba, és ott el lehet végezni a szűrővizsgálatokat. Ezek az információk nagyon-nagyon fontosak, azt gondolom. A szívem csücske a Richter a nőkért sátor, ugye, ahol nőkkel foglalkozunk nagyon, de itt mindig el szoktam mondani, hogy nagyon várjuk be a férfiakat is, hogy tudják, hogy a partnerüket mik foglalkoztatják, vagy milyen betegségeik lehetnek, és ők is segítsék a megelőzést, legyen ez egy kölcsönös gondviselés és kölcsönös odafigyelés egymásra. És mi az abban segítünk, hogy olyan témákat hozzunk el. Például én nekem az egyik szívügyem, hogy olyan tabu témákat hozzunk el,
olyan nőgyógyászati betegségekről, amelyek lehet, hogy nem közvetlen halálokot jelentenek, ezért kevésbé vannak reflektorfényben, kevésbé beszélnek róla, viszont egy mióma, egy endometriózis, egy PCOS olyan szinten tud egy nőnek az életét, az élet minőségét lerombolni, ami kihathat a családra, a párkapcsolatára, és mégsem mernek róla beszélni. Ha nem beszélnek róla, akkor nem biztos, hogy időben kerülnek el a megfelelő szakemberhez, nem biztos, hogy időben kapnak diagnosztikát, ugye, mert mi nők tűrünk, mindenkiről gondoskodunk, magunkról nem. Na, ezekre szeretnénk egy kicsit jobban felhívni a figyelmet, hogy igenis az, hogy magunkról gondoskodunk, az nem a gyerekünktől elvett idő, hanem azzal adunk neki időt, mert időben kerülünk oda, ha adott esetben például egy betegséggel kell megküzdeni, akkor az nagyon nem mindegy, hogy mikor fedezik fel, mikor kezdik el azt kezelni, és milyenek így az esélyeink. Szóval nagyon sok vetülete van, nagyon sok minden, és ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Richter Gedeon 120 évvel ezelőtt alapította meg társaságunkat, és ennek a történetnek az egy tizedét lefedi a Richter Egészségváros, hiszen 12 évvel ezelőtt, 2009-ben indítottuk útjára, és a mai napon 81. helyszínen vagyunk. Úgy gondolom, hogy a létjogosultságát egyértelmű mutatja ennek a rendezvénynek, hogy a utóbbi évben, minden évben 6-7 helyszínen meg tudtunk jelenni, de több 10 jelentkező van évente erre a rendezvényre, és folyamatosan nő a résztvevők száma is. A nap folyamán számos szűrésre, egészségnevelésre biztosítunk lehetőséget, és ahogy a motto mondja, egészség ezreknek, milliók a kórháznak, a célunk végül is az, hogy a nap elején kitűzött célt a Richter alapadományával és a nap során összegyűjtött plusz aktivitásokkal növelve el tudjuk érni a kórház által meghatározott célt. Végez János! Őt is fogadjuk tapsolni. Az Egészségügyi Világszervezet számos felmérést készít, ami az egészségünkkel foglalkozik. Az egyik felmérés keretében azt vizsgálták, hogy az emberi élettartamot, az élettartam alatt az életminőséget mi határozza meg. Ebben a legfontosabb tényező az egyértelműen az életmód volt, levegőminőség, napfényen tartózkodás, az egészséges életmód, egyéb más praktikus elemei, mint az étkezés, vagy például a mozgás aktivitás. Én azt gondolom, hogy ha valakit körbesétálít a Richter Egészségvárosban, akkor az itt található sátratnak egy része az ezzel az egészséges életmóddal és életmódi tanácsadással foglalkozik. A másik nagyon fontos terület az a betegségeknek a megelőzése, a prevenció. Annak a célja az, hogy a betegségek vagy ne alakuljanak ki, vagy pedig ezeket korai stádiumban ismerjük fel. Ugye középkorúaknál, időskorúaknál leginkább a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a daganatos megbetegedések, csontsűrűség csökkentése az, amelyek előfordulnak, de szintén aki végig sétál a sátra között, akkor azt látja, hogy mindazokat a szűrővizsgálatokat, amelyek az életünk folyamán végig kísérnek bennünket, ezekben a sátrakban koncentráltan találhatja meg, tehát mindenféle szűrővizsgálatot igénybe tud venni. Az egészségfókuszú program karitatív célt is szolgált, hiszen a gyógyszeripari vállalat 3,5 millió forint alapadománnyal támogatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórházat. Az ingyenes szűréseken, tanácsadásokon és előadásokon résztvevőnként pedig plusz 300 forintot ajánlott fel az intézménynek, így összesen több mint 5 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségváros Miskolci állomásán. A kórház a tervek szerint egy C-íves sebészeti képerősítőt vásárol majd az összegyűjtött pénzből, amelyet elsősorban a protézisre váró betegek műtéteinél használnak majd. Amelyet részben műtét alatt, részben pedig műtétek után tudunk röntgenfelvételekre használni, és ezt kifejezetten az ortopédiai osztály céljára szeretnénk megvásárolni. A célunk ugyanis az, hogy a némileg feltorlódott protézisre váró betegek műtétei elsőbséget élvezzenek a kórházban. Ennek a feltételeit igyekeztünk megteremteni, külön műtőidőt hoztunk el létre, személyzeti fejlesztéseket hajtottunk végre, illetve a gépműszerparkot is jelentős mértékben bővítettük. Ennek egyik eleme lenne ez a bizonyos C-éves kőperősítő, amiről azt kell tudni, hogy ez egy olyan röntgenberendezés, amelynek az egyik egy C-ívet tessenek elképzelni, mint egy C-betűt, aminek az egyik végpontján a sugárforrás helyezkedik el, a másik végponton pedig a sugár érzékelő. A kettő között ugye elhelyezkedik a beteg, és így műtét alatt a csípőizületről
ízületről vagy a térdízületről tudunk egy felvételt készíteni, tehát a műtétben résztvevő orvosoknak a munkája segíti ez a készülék. Ez az elmúlt bő másfél év teljesen átírta azt hiszem, hogy a mi sorsunkat és történetünket is, és egy egészen új élethelyzetet teremtett itt. Miskolc a koronavírus járvány idején is összefogott az egészségügyi dolgozókért. Most pedig a programon résztvevők a saját egészségük megóvása mellett a kórházat is támogatták. Erről Beres Pál a rendezvényen beszélt. Megmutatta a város, hogy képes összefogni, és igazán magunkra számíthatunk, és magunkra számíthatunk igazán. És azt gondolom, hogy egyrészt a védekezésben, másrészt pedig a védekezésben dolgozók segítésében példaértéke volt, amit a város tett. Csak nem 2000 szűrést végeztek az egészségvárosban, és csak nem 600-an követték interneten az eseményt. A vizsgálatokon csak nem 150 embernél súlyos, 20-nál extrém értékek születtek Miskolcon. Miskolcon a 3,5 milliós alapadományhoz több mint 1 millió 800 ezer forintot sikerült összegyűjteni. A Kangót 2002-ben mutatták be Magyarországon, azóta pedig óriási teret hódított magának. A tudományos élet is felfigyelt a sporteszközre, és foglalkozni kezdett annak élettani hatásaival. A kutatások eredményei pedig alátámasztották a kangocsam használatának pozitív hatásait. Idén újra elindult az országos turné, ami Miskolcra is ellátogatott. MGJ, Workout Music. Dyson Rulo. Pull up skirt, skirt on your body. Performing just on my robbery. You're too fine, need a ticket. Elindult a Kangó Jams turné Magyarországon, amit ezúttal 9 helyszínen rendeztek meg. A második állomás Miskolc volt a közelmúltban. Már régóta terveztünk egy ilyen átfogó országos turnét, de ezt most sikerült megvalósítanunk, hiszen eddig azért zárt térben terveztük, és sosem gondoltuk azt, hogy kijövünk ilyen melegbe, nyílt térre a vendégekkel, de most hát a Covid az átformálta itt a lehetőségeinket is, és azt gondolom, hogy erre szükségük volt a vendégeknek is, erre a személyes kontaktusra, illetve az, hogy azért szabadban, kicsit biztonságban érezzék magukat. Ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt megszervezzük. És hát ez a második állomásunk, az első az Debrecenben volt, ott is több mint 100 nagyon aktív kengust köszönthettünk ki, és nagyon-nagyon örültünk, hogy együtt tudtunk ismételten ugrálni, és majd látni fogod, hogy milyen energiák és milyen endorfin szabadul itt föl. Tényleg ez fantasztikus érzés, és erre szerintem már mindenki nagyon szüksége volt. A Kangó fiatal múltja ellenére országszerte a termek egyik legnépszerűbb csoportos fitness órájává vált. 2004-ben hozta be Hornyák Ádám ezt a sportágot Magyarországra, és hát nagyon büszkén mondhatom, hogy Magyarország vezető irányzatai közé tartozik még a mai napig, tehát most már több mint majdnem, hogy 20 év távlatából. 1994-ben a kanadai származású Gregory Lactam rehabilitációs célból fejlesztette ki a Kangó Jams alapjául szolgáló speciális cipőt. Magát a kengút, mint a kengú cipőt, azt alapvetően azt rehabilitációra és prevencióra találták ki. Első körben a futáshoz lett kialakítva azoknak az embereknek, akik a sportcsillés után szerettek volna visszatérni a sport életbe, de mivel rájöttek a jótékony hatásaira, ezért elkezdték a kengút gyakorlatilag az aerobik edzésekhez is használni, mint preventív eszköz, hiszen a kengú cipő használata során 80%-ban csillapítja az életekre ható becsapódást, így sem a boka, sem a tél, és a gerinc sem sérül. 1995-től a tudományos élet is felfigyelt a sporteszközre, és foglalkozni kezdett a Kangó Jams élettani hatásaival. Az első teljes körű tanulmányt egy ausztrál egyetem adta ki, aminek eredménye alátámasztotta a Kangó Jams használatának pozitív hatásait.
Ez a cipő, ez nem csak hogy egy ilyen preventív sporteszköz, vagy egy ilyen rehabilitációs cipő, hanem nagyon-nagyon nagy endorfint és boldogsághormon szabadít fel, ezért csökkenti a stresszt, kikapcsolja a vendégeket, tehát a Covid-ot gyakorlatilag ezzel tudtuk túlélni, hiszen nagyon-nagyon nagy stresszlevezető képessége is van. Az egyetemi körcsarnokban megrendezett alkalmon természetesen a helyi arcok is képviseltették magukat. Miskolc 4 kangó edzője mutatkozott be az érdeklődők előtt. Körülbelül 14 éve álltam először kengócipőre, és rögtön szerelem lett. Nagyon-nagyon vártam, hogy itt Miskolcon is rendszeres kengóoktatás legyen, és annyira megszerettem, hogy elhatároztam, hogy én is oktató leszek, és ezt fogom oktatni. A speciális cipő nagy előnye, hogy azok is használhatják, akik nagy túlsúllyal küzdenek, és mozgásszervi bántalmakban szenvednek. A rugók ugyanis elnyelik a terhelés 80%-át, amely normál esetben az ízületeket terhelné. Kortól nemtől függetlenül bárki használhatja, kipróbálhatja ezt a szuper cipőt. Gyerekeknek nyilván külön az ő kis testsúlyukra speciális cipő van, illetve a felnőttek körében is testsúly, illetve intenzitás függő, hogy ki milyen erősségű cipőt kap a lábára. Gyerekek esetében a cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as lábméret és 23 kg-os testsúly. Tehát nem csak a méret, hanem a testsúly is befolyásolja azt, hogy milyen típusú cipő a legmegfelelőbb. A játékos formában végzett testedzés javítja a mozgás koordinációt és térérzékelést. Egészségmegőrző hatása sem vitatott, javítja a vérkeringést, erősíti a csontozatot, növeli a véroxigén ellátást, segít az egészséges testsúly fenntartásában. Népszerűségét pedig remekül példázza, hogy a hűséggel nem törődve sokan ellátogattak a körcsarnokba. Én nagyon meglepett vagyok, hogy bevállalták ezt a 2 órát, mert szerintem még egy is bőven sok, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a vendégeimre és azokra, akik eljöttek ma. Én 6,5 éve vagyok kengujam szoktató, és körülbelül 12 éve próbáltam ki először ezt a sportágat, és én akkor eldöntöttem, hogy akkor én ezzel szeretnék foglalkozni, és 6,5 éve űzöm ezt a sportot, és hát Miskolc is vonzás körzetében tartok edzéseket. A Kango Jumps olyan izmokat is megdolgoztat, amelyeket hagyományos edzésformákkal egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehet edzeni. Főként kardioedzés, tehát a szívet és a tüdőt azt megdolgoztatja, elég magas pulzusszámon dolgozunk, így jó zsírégető, de szerintem az egész testet meg tudja mozgatni. A Kango Jumps aerobik vagy tánc gyakorlatok jóval hatásosabbak, mintha sima cipőben mozogna az ember. A felmérések szerint körülbelül 25%-kal több kalóriát éget el a szervezet ezzel a mozgásformával. Igazából az egész Kango Jumps sportnak a lelke és lényege az a cipőben rejlik. Ez a varázseszközünk igazából a kengónál. A legfontosabb része a cipőnek az ez a rugó rész, itt láthatjátok. Ebből többféle erősségű van. Az emberek súlyától függ az, hogy kinek milyen rugó szükséges a cipőhöz. És amiért ez a lelke az egésznek, mert hogy ez csillapítja a becsapódást gyakorlatilag. 80%-ban csökkenti a becsapódást, így kiméli a boka és térdizületeket is. Úgyhogy akár olyanoknak is ajánlott lehet, akiknek korábban valamilyen sportsérülése volt, és ebből szeretnének regenerálódni. Igazából eredetileg is a cipő erre lesz kifejlesztve, tehát sportsérült személyeknek a regenerációját segítette ez a cipő futással, és utána később alakult ki belőle ez az aerobikus sportág. A cipőt eredetileg futóknak fejlesztették.
fejlesztették ki azért, hogy csökkentsék a test terhelését, és ezzel elkerüljék a lehetséges térd, boka és gerincsérüléseket. Egyáltalán nem veszélyes, mindenkit bátran biztatok, hogy próbálja ki, ne féljen tőle. Megállni nehezebb benne, mint mozogni, tehát amikor felveszik a vendégök a cipőt, mindig azt szoktam mondani, hogy kezdjenek el benne sétálni, futni, joggolni, mert az egyszerűbb, aztán utána már megtalálják a balanszot, az egyensúlyt, és utána már könnyen megy az egész. A kangó egy kifejezetten vidám, energizáló sport, így fizikai előnyei mellett javítja az általános közérzetet is. A felszabadult ugrándozásnak lélekgyógyító hatása van, ezért azoknak is ajánlok, akik hajlamosak szorongásra és stresszes életet élnek. Ennyi fért bele mai egészségpercek adásunkba, tartsanak velünk 2 hét múlva is. Én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!